Sziasztok, én Arni vagyok, és üdvözöllek titeket, ez itt a programozás alapjai sorozat 9. része, ahol stringekről, a DateObjectről, illetve a konszollogról lesz szó. De még mielőtt belevágnánk, meg kell mutassam nektek, hogy a Ripomon létrehoztam a megoldások mappában egy más nyelvek mappát is, mivel páran küldtek be megoldást más programozási nyelvben is a feladatokra a videókból, ezért úgy döntöttem, hogy ebben a mappában lesznek tárolva, a fájl neve pedig maga a nyelv lesz, amiben a megoldás van. Jelen esetben ez egy Python megoldást takar. Itt a 06PA-ban van egy C-sharpos megoldás, és van egy Pythonos megoldás is. Nagyjából ennyi lenne a közérdekű közlemény, meg természetesen létrehoztam a 09PA branchet is. Itt is a megoldás mappában már, itt láthatjátok a megoldását a mai feladatnak. És akkor vágjunk is bele a mai témáinkba. A legelső a konszollog lesz, amivel foglalkozunk. Mi is az a konszollog, meg mi a konszol? Ha jobb klikkel ide belekattintok ebbe a zöldbe, és nyomok itt egy Inspect Elementet, vagy F12-t, megnyílik ez a Developer Tools. Kiválasztjátok fent a konszolt. Én egy kicsit rá kell zoomoljak, hogy látszódjon számotokra is. És ez a konszol. Konszollog mit csinál, és ha leírom azt, hogy console.log, és ide beírom azt, hogy 23, lementem a programot, lefut, akkor ő kiírja, hogy 23, és itt megjelenik, hogy az App.js 14. sorában volt ez a konszollog. Ugorjunk vissza a konszolba. Ez a konszollog függvény nagyjából azt csinálja, amit a mi kiír függvényünk is csinál. Ha ebbe is beírom azt, hogy 23, lementem, akkor a 23 mindkét helyen megjelenik. Szóval ennek a konszolognak is adhatok különböző értékeket. Ebbe is rakhatok egy ilyen hello világ kiírást, és akkor megjelenik, hogy 23 hello világ, meg hasonló dolgok. Most egy kicsit rákattintok erre a default levelsre, és leszettem ezeket a warningokat, hogy ne jelenjenek meg most számomra, mert zavaróak a videó szempontjából. Itt is, hogyha létrehozok egy változót, vagy szám, amiben belerakom a 45-öt például, lementem, akkor tudok console.logolni változót is, ami ez a szám lesz. És akkor ez itt megjelenik. Nagyjából így működik ez a konszollog. Tök hasznos dolog, főleg a későbbiekben, amikor debugolni akarunk valamit. A következő témánk a stringek vagy karakterláncok. Mi ezeket a stringeket már használtuk a kiír függvény során, amikor valami szöveget irattunk ki, hogy hello, ez egy string. Ezeket a stringeket macskaköröm közé írjuk, viszont őket is használhatjuk, mint változók. Például let str, ami string, ezt a hello-val tesszük egyenlővé, és ide még írhatunk egy olyat is, hogy hello világ, felkiáltójel, lementjük, és itt a kiír függvénybe, ugyanúgy, mint amikor egy számot küldünk, ezt az str változót küldjük el, és meg fog jelenni az, hogy hello világ. Persze ugyanúgy használhatjuk a konszollogot is, és itt is elküldjük az str-t, és már is megjelent a konszolban is az, hogy hello világ. Ezeknek a stringeknek vannak különböző metódusaik, és van egy tulajdonságuk, a pont length. Ez megadja a stringnek a hosszát, szóval ez a string 13 karakterből áll, számoljuk meg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mert a space is karakter, 8, 9, 10, 11, 12 és 13, nem hazudott. Ilyen egyszerű meghatározni a hosszát egy stringnek. A string metódusokról most nem fogunk beszélni, azt majd egy másik videóban, viszont kell beszéljünk egyetlen egy string műveletről, ami amúgy létezik, ez a concatenation, vagyis összefűzés. Ez azt jelenti, hogy össze tudunk adni két darab stringet. Gyertek, most írassuk ki, console.log, adjuk össze önmagával ezt az str plusz str-t. És azt fogjuk kapni, hogy hello világ, és így szó köz nélkül. Mi ezeket a változókat úgymond összeadhatjuk különböző string értékekkel is. Például most itt hozzáadtam egy space-t, hogy a hello világ, space, hello világ legyen. Amire nagyon oda kell figyeljünk, hogyha nekünk van egy számunk, és van egy stringünk, ami amúgy szám, de szöveg. Ide például beírom azt, hogy egy.
és mi kiiratjuk ennek a kettőnek az összegét, akkor mi azt várjuk, hogy ennek az összege 46 legyen, de nem 46 lesz, hanem 451, mivel az összeadás során megnézi a két oldalnak a típusát, észreveszi, hogy string, és akkor már is összefűzést fog alkalmazni. Van egy typeof operátor, aminek a segítségével meg tudjuk határozni egy változónak a típusát. Például typeof szám, az nekem number lesz, ha most kiíratom, és typeof, ezt most lekopizom még egyszer, és typeof szám s, pedig string. És ennek köszönhetően ők úgymond összefűzték ezeket az értékeket, és nem számként használták őket. Persze ezeket a szám és string értékeket nagyon szépen tudjuk együtt alkalmazni. Például ezt most kitörlöm. Én ki akarom írni azt, hogy 45-ször hello világ. Akkor nekem itt lesz a szám, ide beírok egy stringet, hogy 45-ször és plusz, pá, ide is kell egy plusz, és az str, és ő most nekem ki fogja írni azt, hogy 45-ször hello világ. És pont ugyanígy tudjuk úgymond manipulálni a kiírást, hogyha eredményekről van szó. Például kiírom a szöveget, a megoldás, kettős pont space plusz szám. És van a megoldásom 45. Nagyjából ennyi lenne a stringekről. Jöjjön most az utolsó ilyen elméleti részünk, a DateObject. Hozunk is létre egyet. Let dátum legyen egyenlő. Itt kell használni a new kulszót, mivel egy új objektumot akarunk létrehozni. És ez a date és zárójel. Jó, most létrehoz egy dátumot. Mi ebből a dátumból rengeteg hasznos információt tudunk kinyerni. Például ennek a dátumnak van egy olyan függvénye, hogy get day. Ezt kiíratjuk, hogy kiír nekünk egy számot 3. Ez azt jelenti, hogy a harmadik nap van a hétből, vagyis szerda. Ez a dátum mindig az aktuális dátumot tartalmazza, az aktuális időpillanatban. Szóval pont olyan, mintha ránéznék az órára, csak nem az órát tudom meg, hanem az aktuális dátumot is. Ennek van egy olyan másik metódus, hogy get hours, megmondja, hogy jelenleg 12 óra van, van egy ilyen get mount függvénye, megmondja, hogy hanyadik hónap van, szóval február, második hónap, és így tovább van rengeteg ilyen függvénye, minden, amit el tudtok képzelni idővel kapcsolatosan, van egy ilyen is, hogy get time, ez kiír egy timestamp-et, viszont amikor mi létrehozzuk ezt a new date-et, akkor mi ennek adhatunk meg úgymond paramétereket. Például megadunk neki egy évet. 1999 legyen például. Írjuk bele, hogy a 11. hónap, azon belül is a 12. nap. Itt megadhatjuk az órát, a percet, és a másodpercet is. Legyen 4 óra, 25 perc, és 30 másodperc. És ha most konszol loggal ki akarjuk iratni a dátum pont get hours-t, akkor ő nekünk itt 4 órát fog kiírni. Mivel én állítottam be az időt arra az időpillanatra, amire én akartam. Azt észrevettétek, hogyha meg akarunk tudni valamit erről a dátum objektumról, akkor mindig ezt a get kulcsszót használjuk, és utána pedig leírjuk, hogy milyen időegységet, vagy milyen időelemet akarunk megtudni, hogy hány óra van, hány perc van, vagy milyen hónap van, ezt mindig egy ilyen get kulcsszóval írjuk le. Viszont mi ezt tudjuk úgymond szettelni is, ugyanaz a szintaxis, például leírom azt, hogy dátum.set, és itt van minden opció, például set hours, ezt beállítom 15-re, és ha most újból kiíratom, akkor ő nekem most 15-öt fog kiírni. Voilà. És 15-öt ír ki. Szóval nem csak olvasni tudok erről a
dátum objektumomról, hanem ugyanúgy szettelni is tudom ennek az értékeit, szóval be tudom állítani én a dátum objektumomat úgy, ahogy szeretném. Van még egy nagyon érdekes dolog, amit lehet csinálni ezzel a dátummal. Például ki tudjuk számolni azt, hogy meddig tart egy programnak a futási ideje. Ez hogy is működik? Hozzunk létre egy start nevű változót, amiben belerakunk egy new date-et. Ebből belekerül a dátum abban a pillanatban, amikor létre lett hozva a változó. Hozzak létre egy x számot, amiben beolvasunk egy számot. Egy random számot. És miután beolvastam ezt a számot, hozzak létre még egy változót, egy endet, amit belerakom ezt a new data toolba. Mi történik itt? Amikor elindítom a programomat, lementem a startba azt az időpillanatot, amikor elkezdtem futtatni a programot. Utána végrehajtok egy műveletet, amikor beolvasom azt a számot. Miután beolvastam a számot, és lefutott ez a beszám függvényem, még egyszer megnézem, hogy mennyi idő van pontosan. Létrehozok még egy változót, ami a time névre hallgat majd, és itt kivonom az end get time-ot, ami amúgy egy számot térít vissza, a timestamp-et, ami ilyen milliseconds-ben van, és ebből kivonom a start időpillanatot, és a konszol logolom ezt a time-ot, akkor ő nekem megmondja, hogy pontosan mennyi idő telt el a beolvasástól, és attól, hogy én megnyomtam ezt az Enter gombot, 6978, ez nagyjából 6 másodpercnek felel meg, ha ki akarom számolni pontosan másodpercre, akkor azt kell csinálnom, hogy használom a mat függvényemet, abból is a floor metódust, hogy kerekítsem ezt az értéket, és a time-ot elosztom 1000-rel. Most ha beírok ide egy számot, hoppá, nem irattam ki ezt a seconds-et, no para, most megtesszük, beírom azt, hogy 15, nagyjából 2 másodperc volt. Viszont a floor helyett használhatom a roundot is, hogy kerekítsen fel, hogy nagyjából mennyi idő volt. Ez a 2,5 másodperc, nagyjából 3 másodpercnek felel meg, mivel felkerekítettem. Nagyjából ennyit a dátumokról, és most essünk neki a feladatunknak. A feladatunk során semmilyen adatot nem kell beolvassunk a felhasználótól, hanem egyszerűen csak meg kell nézzük a jelenlegi időpillanatot, és abból kiolvasni, hogy hány óra van, és annak függvényében megállapítani, hogy milyen napszakban járunk. Létrehozok egy konstanst, ami óra néven fut, mivel azt akarom megállapítani, hogy hány óra van. Létrehozom a new date-et, és ebbe beleraktam az aktuális időpillanatot. Erre használhatom egyből a get hours függvényt, és hogy most ki konszol logolom, akkor nekem 12-t fog kiírni, mert 12 óra 49 perc van. És kezdjük el vizsgálni ezt. Először is szükségünk van egy if-re, és én azt javaslom nektek, hogy a megoldás szempontjából ezt az éjjelt gyertek, és tegyük legelőre, jó? És már is kirajzolódik nekünk a megoldás. Ha az óra értéke kisebb, mint ez a 4, akkor csak éjjel lehet. Ha az óra értéke 4 és 6 közt van, akkor hajnal van. Ha 6 és 9 közt, akkor reggel. Ha 12 előtt van, akkor délelőtt. Ha 12 és 19 óra közt van, akkor délután. És 19 órától arrafele pedig már este van. Szóval az első feltételem az, hogyha óra kisebb, mint 4, akkor biztos éjjel van. Lementem, és nem ír ki semmit. Itt inkább használjuk a kiír függvényt, jó? Hogy jelenjen meg a képernyőn. Ha mi itt elkezdünk folyamatosan if-eket használni, például én most itt lekopizok párat, itt ha az óra kisebb, mint 6, itt ha az óra kisebb, mint 9, itt ha az óra kisebb, mint 12, itt az óra kisebb, mint 19, és kell még egy if, ha óra kisebb, mint 24,
és írjuk ide be az értékeket, hajnal, reggel, délelőtt, délután, és este. Akkor nekünk az fog történni, hogy itt megjelenik az, hogy délután és este, mivel a jelenlegi időpontom az 12, és a 12 kisebb, mint 19 óra, és kisebb, mint 24 óra is. Ahhoz, hogy ez ne történjen meg, úgynevezett elszívfeket kell használjak. De miért fontos ez, hogy mi elszívfeket használjunk? Tételezzük fel, hogy nekünk ez az óránk, változtassuk meg ezt itt letre, és az órát most állítsuk be egyenlő 3-ra. Így, lementem, hoppá, még egyszer bejelentettem, így. Akkor nekem ki fogja írni az összes napszakot. Mivel mit csinál a program? Megnézi ezt a feltételt, óra kisebb, mint 4? Igen. Akkor éjjel van. Óra kisebb, mint 6? Igen. Akkor hajnal van. Az óra, aminek az értéke 3. Kisebb, mint 9? Igen. Akkor reggel van. És így tovább, egészen estig. Ezeket az elszíffeket azért használjuk. Gyertek, tegyük ide az első elszíffet. Az első elszívnél azt fogja nekem megvizsgálni, hogy az óra kisebb, mint 4. Igen, akkor éjjel van, és vége van ennek a vizsgálódásnak. Utána igen, bele fog menni ebbe, hogy 3 kisebb, mint 9, akkor reggel van, és így tovább, de már hajnalt sikerült úgymond eliminálnunk. Itt, ha ezt is összekötöm az elszívvel, és ezt is összekötöm az elszívvel, akkor már csak a délután és az este fog megjelenni, és az éjjel. Az éjjel a helyes megoldás, mivel a 3, a 0 és a 4 közt van. Kössük össze a többit is, és itt a 24 óra helyett én csak egy elszt hagyok. Miért hagytam itt egy elszt, és miért nem hagytam azt, hogy elszív óra kisebb, mint 24? Mivel ebben az esetben, ha én ide például 22 órát írok, az összes feltételem hamis lesz, és nem marad más, mint csak a különben ez az elszág, szóval azt fogja kiírni, hogy este van. És ez most akármilyen értékre működik majd. Természetesen, ha mi átírjuk például 30-ra, és lefuttatjuk, akkor estét fog kiírni, ami nem feltétlenül helyes, de mi ezt a dátumot nem az emberre bízunk, hanem egy JavaScript által definiált objektumból fogjuk kiolvasni, ami soha se haladhatja meg a 23 értékét, ezért mindig a 24 órás kereten belül marad. Gyertek, egy kicsit módosítjuk, és tegyük szebbé ezt az egészet. Ezt itt visszarakom konstansra, mivel nem fog változni a program során az értéke. Írjuk ki a képernyőre, hogy hány óra van. Jelenleg az idő 2 pont space plusz óra. Ide jön még egy plusz, ide jön egy space, és ide az óra szöveg. Most lemennem, jelenleg az idő 12 óra, és délután van. Oké, gyertek, egy kicsit módosítsuk ezeket a szövegeket is, és hozzunk létre egy sablont. Oké, ami abból fog állni, hogy ez egy string lesz, ami a napszak, és ebbe elmentjük azt a szöveget, hogy a jelenlegi napszak, 2 pont, és ezt a napszakot folyamatosan hozzáadjuk a napszakokhoz. És most már sokkal jobban néz ki a kis programunk, mert kiírja, hogy jelenleg az idő 12 óra, a jelenlegi napszak pedig délután. És ha nem tetszik nekünk ez a sablon, akkor beírhatom oda az A betűt, és akkor a jelenlegi napszak délután szöveg fog megjelenni. És ide, hogy jobban nézen ki, teszünk mindegyik után egy-egy pontot, hogy mondat legyen. Nagyjából ennyi lett volna ez a feladat, ami megpróbálta összekötni a stringet, a date objectet és a console logot. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, lájkodd be a csatornát, hogy nőjön. Én Arni voltam, találkozunk a következő részben. Na, hello!